Fantasztikus. Ez még Gutenberg galaxis, kezi csókolom. Súlya van. Jó estét kívánok! Tehát kérem szépen, Báthori Erzsébetről lesz szó, akit a nép a szájára vett, és akit a nép a szájára vesz, nem menekül. Ugye, hol vagyunk? Kérem szépen. Európa, Magyarország, török uralom. És van egy édes kis aranyos lány, akit 11 éves korában eljegyeznek. Kedves lányok, gondoljatok bele, 11 évesen valakit eljegyeznek. Tizenöt évesen férhez is adták. Nádasdy Ferenc gazdag, mint a picsa. Egy nagyon férfias, nagyon markáns megjelenésű törökverő. Egyébként egy elképesztő mély hangú, egy bariton volt. Tehát a mai napig úgy maradt fenn, ő a fekete bég. A fekete halál, avagy a Pest is. A Pest is járt a nyomában. És ezért nevezték fekete bégnek. Mert szúrta, vágta, ölte, bökte. Bökte, szándékosan használom ezt a szót, öklelte a törököt. Ugye Erzsébet nem egy szép reményű özvegy asszonynak indult. Ő nem kisebb, mint magyar királynő akart lenni. És Nádasdy Ferenc pedig lett volna első Ferenc, Nádas, magyar király. Azt mondta neki, mindig ezt a szót használta, Feri, az a baj, hogy túl sok benned a jóság teje. Nem törsz elég nagyra. Ugye ez szó szerint a Macbethből van. Általában azt mondta, hogy hagyjam a faszomba ezekkel az irodalmi szarokkal. Tehát tulajdonképpen intellektuálisan sem volt hozzávaló. Tudod? Azt mondta, Erzsi, este 9 van, reggel 5-re megyek csatába, hagyjál! És azt mondta neki, Erzsi, Feri, maradj holnap itthon. Olvassuk végig a Shakespeare összest. Nem! Ki se tudom mondani a nevét, és tényleg nem tudta. Tulajdonképpen ő workaholic volt, a Feri. Egy igazi munkaalkoholista volt, aki gyakorlatilag csak a csatatéren érezte férfinak magát. Tulajdonképpen az ágyban egy niemand volt. Ő egy igazi kispöcsű lúzer volt, aki gyakorlatilag ölni tudott, de élni nem. De egyszer ez a korsó is eltörött. Addig-addig jártak útra, míg eltörött, és meghalt a fekete bég, és ott maradt egyedül Báthori Erzsébet, kérem szépen. Alig volt 20 éves. Alig szült 3 gyereket. Akkoriban ez nem úgy volt, nem volt idő terhességre 9 hónapig. Gyerekek, mit csinál egy nő, aki egyedül marad? Hát mit csinált Erzsébet? Azt mondta, itt maradtam egyedül. Gyerekek, nő vagyok, szép vagyok. Először is látta magáról, hogy még szép. Mit csinált? Fogta a kis baltát, az összes tükröt összetört. Érthető? Érthető. Az vesse rá az első követ, aki még nem tört tükröt. Feladott egy hirdetést. Én nem tudok ezen megbotránkozni. Feladott, kellene egy szolgáló. Az emberek rögtön a nyelvükre vették. Rögtön azt gondolták, hogy hoppá, Báthori Erzsébet, ez a nagy céda, valamit akar. Megjelent a hirdetés, és az első 18 éves kislány jelentkezett rá. Erzsikének hívták. Őt is. Bejelentkezett, felment. Ajtót nyitott. Kezi csokkolom, Erzsébet vagyok. Báthori iszonyatosan kiakadt, azt hitte, hogy vele szórakoznak. Én vagyok Erzsébet, te kis... Igen, tudom. Mi az, hogy tudod? Ha tudod, akkor miért mondasz ilyen hülyeséget? Azért, mert én is Erzsébet vagyok, ugye? És elkezdett ez az erzsikézés, elkezdődött. Ez egy nagyon... Na most addig ebből nagyon nehéz kikeveredni. Na most mi történt ráadásul? Előtte pont egy marhát vágott le a Báthori, mert egyedül dolgozott akkor, ugye nem volt segítője. Na most tudod, milyen a marha?
Hát ez vérzik, mint a... Hát, az, hát na, na, ha valamiben van vér, a marhában van. Na most ott volt csöpögött a vér a kezéről. Meglátta a kislány, azt mondta, vér! Mire Bátor Jezsébet azt mondta, és? De hát ez vér. Igen, vér. És akkor mi van? Úgy, ahogy volt, hazament a lány a faluba, és azt mondta, hogy Bátor Jezsébet csöpögő, véres kézzel nyitott ajtót, a többit rakt hozzá. Nem, ez, ennyi.